Jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornán, sziasztok gyerekek, itt a Keeper játszik egy kis Farming Simulator 17-et, és nem akárhogy, hanem hardban. Igen, a videó címe már árulkodó, hogy ez egy ilyen hard kihívás, és akármicsoda akar lenni. Igazából szerintem nagyon nem játszanak az emberek hardba, hanem azt szokták csinálni, hogy easybe indítják a játékot, és nem is tudják, hogy mi a hardnak a hardossága. De én ezt most meg fogom mutatni, és megpróbálunk úgy egy olyan gazdaságot véghöz vinni, ami nyereséget fog termelni, és még ráadásul megpróbálunk professzionális szinten játszani ezzel a játékkal, gyerekek, úgyhogy valamilyen szinten egy ilyen kis tutorial sorozat jellegű dolog is lesz, mivel baromi nehéz lesz. Kezdünk egy új játékválást, és nehéz. Ugye annyit ír róla, hogy nehéz, hogy igazi kihívás, a gazdaság realisztikusan nehéz, az árak alacsonyak, és már is nagy adósságod van a bankban. Ezen kívül, amit még nem tudtok, lehet, hogy nem is nagyon játszottatok hardba, mindjárt el fogom mondani. Egyébként alapmapon fogunk játszani mindenféle kiegészítő nélkül, mert az lesz a true, az lesz az igazi. Ugye, hogyha most én nekiállnék modokat berakni, amik MTZ-ik 3 euróért vannak, akkor igazából nagyon nem lenne az hard, hanem igazából így képzelték el ugye a készítők a hardot. Na! Egy-két dolgot ugye el szeretnék, nem akarunk játéktippeket, az időt, sebességet levesszük, és adhatjuk is neki. Oké. Annyit akartam mondani hardról, hogy a hard az annyiba merül ki, azon kívül, hogy ugye az árak, meg ugye a mármint olyan árak, amiket ugye eladsz gabona, ilyenek, azok nem túl jók, hogy például kell szántani is. Ugye alapban nem kell szántani a Farming Simulatorban, hogyha izin kezdesz, de itt kell szántani, meg még ráadásul ugye kell trágyázni, és kell permetezni is. Műtrágyázni, permetezni, mindent kell, szóval azért is nehezebb ez a dolog. És kapásból annyit csinálunk, hogy ugye mivel kell szántani, ezt meg is mutatom nektek marha gyorsan, hogy ugye itt vannak ugye a területeink. Ugye a 15-ös, 14-es, 12-es alapban ugye megvan. Az egyik az betakarított, a másik az ugye betakarításra készül, meg még ráadásul ugye felfonyadás is van. Úgyhogy itt már egy csomó mindennel kell ugye számolnod. Ugye itt meg ez művelt. Az azt jelenti, hogy ezt már ugye lehetne venni, de van itt egy kis dolog, hogy ugye piros. Szántást igényel. Tehát ugye ezeket hiába vetném én el, így egy az egybe, ugye például ez már kultiválható, ez meg vethető, úgyhogy a kultivátor végigküldöm rajta, attól még ugyanúgy piros marad, tehát nem lesz jó a hozam. Itt meg például ugye hiába vetném el, nem lesz jó a hozam, mert szántani kell, úgyhogy mindenképpen kell vennünk ekét, és egy-két dolgot még akarok csinálni. Ja, meg még ráadásul ugye manuális motorindítás, meg ilyen apróságok, meg egy kicsit az irányítás is, hogy máshogy működik, úgyhogy nem, mit tudom én, nem egyből hátramenetbe váltasz, hanem ugye először fékeze, utána hátramenetbe váltasz. Úgyhogy van egy-két dolog, amit úgy kell mivelni. Ja, letaposás módot lehet, hogy be fogom rakni még, hogy legyen tényleg hard. Gyerekek, kifárolt a verda. Most nem tudjátok, hogy mit csinálok, ugye, gondolom. Meglátjátok. Mennyi. Azt meg kell néznem még egyébként, hogy a boltba ugratás itt nem kerül nagyon pénzbe. De ezt megnézhettem volna ezen a járműben. Most a boltba megyünk és ezt eladjuk, mert ez egy abszolút felesleges jármű. Ugye egy-két dolgot kell vennünk, ugye elke például nincs a játékba alapba. Ugye mivel nekünk meg szántanunk kell, ugye kellene elke. Megnézzük a bankba, hogy van a kölcsönünk. Meg még ráadásul egy-két dolgot még azért fogunk csinálni, gyerekek. Hello, jaj, a Mari, ne szórakozzál már itt a Mari. Egyből riszálja a segét. Kiugrunk, és akkor itt el is tudjuk adni. Eladás, ugye. Itt többet kapunk érte, azért érdemes behozni, egyébként visszaugrottam volna, ugyanaz lett volna. Kapásból akkor megnézzük a pénzügyeket. Pénzügyek, és akkor mínusz 70 ezer. Jó, mindenképpen nem, felvételt. Veszünk fel banki kölcsönt, amennyit tudunk, mivel nagyobb gépeket azért jó lenne venni. Legalábbis egyet minimum, amivel szántani tudnák, vagy nem tudom, valamit kell mindenképp. Jó, nyomunk egy játék mentését is kapásból. Akkor van 229 ezrünk, és gondoljuk végig akkor a dolgokat. Mindenképpen jó lenne különben nekünk egy nagyobb traktor, ugye mindenképpen.
Viszont most meg kell traktor, mivel szántani is kell, úgyhogy több traktor kell, úgyhogy nem megoldás az, hogy egy traktorral így megoldunk. Mint 165 ezer ér, ez hány lovas? 195 lóerő. Jó. Ez meg 225 ezer ér, 280 lóerő. Na, ez nekem jó lenne egyébként, csak így, fú. Jó, akkor megnézzük, mennyi egy eke. Egy nagy eke, 280, vagy pedig... Ugye azért akarok a GCB-ket, mert baromi gyorsak. 195, vagy pedig 200... 80 lovasokat megnézzük, hogy olyan annak eke. Ez akkor jó ez az eke. Aha, 240. Jó, igazából ez a 300 lovas... Ezt is elvinni, ugye 6,2-es, ez 3 méteres csak, az nagyon kevés. Ez 4,9-es. 4,90, 200 lóerő, mennyibe kerül ez? 59 ezer. Egy traktort mindenképpen eladunk, mindjárt megnézzük akkor, hogy hogy állunk. Traktor ügyileg az a baj, hogy minimál összegért lehet eladni. Ezek hány pacisak? 125, 145, igen. És akkor ezt el tudnám adni, ugye ez még az... Aha, ez 145. Jó, ezt el tudnám nyomni. A nyuszit eladnám. Az a baj, a vetőgépek is ilyen minimálok, nagyon picik gyerekek. Hú, nem lesz egyszerű azért ez. Várjatok, itt mennyire lehet eladni. Ezeket igazából lehet, hogy elpasszolom, most nem azért. Mert minek? Még van ugye kettő, ezeket is eladom a francba. Ugye ez nem eladható? Állja meg. Odaugrik ugye? Eladás. Elket, jó, ezt is eladom. Igazából nem, nincs, gyakorlati haszna nincs ezeknek ugye. 254 ezrünk van, tehát akkor... Igen, eladjuk a kicsi nyuszit is. Állja, kicsi nyuszi 21 ezer. Figyelj, mindenképp eladom azt a New Hollandot. És akkor most nézzük, hogy mit vegyünk. Azt mondja, hogy ez 225. És akkor meg tudnánk venni a nagyekét, ugye? Meg tudjuk venni a nagyekét? Igazából 225, és akkor marad 50 ezerünk. Nem fogjuk tudni megvenni a nagyekét. 59, erre gondoltam egyébként. Ez pont jó lenne neki. Jó, gyerekek, akkor kicsit pepörgünk. Látok. Arassamore. Ó, igen. Silóban biztos van termény. Nem hangos egy kicsit? Nekem mint hogyha hangos lenne egyébként. Van itt hangerő, vagy itt tudom én? Várjál. Nyomunk egy mentést, ilyenkor mindig azt akkor az a tuti. Na. Megnézzük, mi van, amit eladható. Már egyébként meg tudnám itt is nézni, ugye? Mi van? Mi az a nulla? Nem szokott itt benne lenni valami? Csoda gyerekek, ne szórakozzál. Jó. Valószínű babra fogunk rá menni. Jó, akkor magyarul nincs semmink eladható. Jó. Van a tuti. Ahogy egyszerű legyen. Nincs, ugye? Nulla, 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 de miért? Nem szokott lenni, hallod? 275 ezer. Jó, hát mindenképpen azért... Most akkor mit vegyünk meg? A kicsi nyuszi mennyi volt? 195 lóerő? Vagy mekkora? Vagy nem nyuszi, hogy mit csinálsz? GCB-be? Szóval... 195 lóerő. Ahhoz milyenekét tudok venni? Abba gondolkodjunk már. Ez egy 3 méteres, az semmi, hallod? Ez meg 2 méteres, ez meg 3. És csak azt tudom venni, hallod? Három méteres. Nagyon gyenge, nagyon gyenge. Mindegy, az lesz. Megveszük a üzét, kis GCB-t. Oké. Okay. Megveszem a kis GCB-t, ez van gyerekek. És akkor kell rá egy súly is, ugye? Oké. Okay. Jó, ez úgy, ahogy van. Széles gumik. Alapértelme, ez egy széles gumi. Szerintem magába a játékba adjon a motorbeállítás. Hány lovas lesz így? Így 230 lóerő a lord? Azért nem mindegy, baszod. 230 lóerő jó lett volna neki a nagy izé. 71 ezer maradt, hallod? Várjál már. Jó lett volna az, jó lett volna az. Igen, akkor csúj, várjál már.
Evinné ezt simán, hallod? Nem ezt. 240 simán. 49, 59 ezerbe kerül. Jó lesz ez, gyerekek. Akkor ezt megveszem. És akkor legalább szántani tudunk nagyba. Vásárlás, 59 ezer. Jó. Gyerekek, nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű. És akkor... Itt viszont ezt az ekét eladom. A kicsiekét. Meg egy súlyt kell erre. Jó baszott nagy súly, az csal. Ja, szántani kell gyerekek, különben nincs hozam. Úgyhogy azzal az ekével szerintem, hogy el is boldogulok majd. Ez se kicsi ez az eke. Jó, hülyeséget csináltunk, látod az elején. Oké, és akkor ebből meg tudjuk venni, ugye a súly bőven. Hol vannak a súlyok? Valami baszott nagyot, ez mekkora? Gondolom 2,4 tordás. Jó, ezt az gyerekek. Akkor 230 lóerős a GC-bink így. Nomjunk rá széles kerekeket? Nomjunk rá széles kerekeket, akkor már biztos azt mondjátok, hogy azért számít valamit. Igazából nem olyan sok. Nem olyan sok pénzbe kerül ez. Szélesebbek lettünk? Biztos, mi? Jó van, gyerekek, fölkapjuk a súlyt, ezt visszük a izét. Egyébként ez egy félig függesztett teke, úgyhogy nem egy teljesen. Ugye szántanunk kell, a szántás az meg elég lassú, a hosszadalmas folyamat. Szóval azért is gondoltam, hogy legyen az nagy eke. Nagy eke, nagy traktor. Meg a nagy traktort azt majd fogjuk tudni másra is használni. Gyerekek, mindig kicsi traktort ne vegyetek. Meg azért nagyon szeretem ezt, ugye ezzel cuccot lehet jól hordani, mert gyors mind az atom. Ez egy kellemes dolog. Bemegyünk hátul, ezt megindítjuk akkor kapásba a szántást. Van 27 000 pénzünk. És ugye babot fogunk ültetni agyba főbe. Na gyerek, egy kicsit pepörgetjük itt a gazdaságunkat. Mert nagyon gyors ugye ez a gép, ez nagyon szeresse. 73 a izé padló. Ugye ott vagyunk. Ugye nem hiszi, nem körbe megyünk természetesen, hanem a hátsó bejáraton. Ja, nem lesz egyszerű, biztos. Ugye hátba. Ugye van elfonnyadás, és nem tudom mennyire fonnyad például ott az izé. Itt bevegyünk jobbra. És akkor neki is állunk egyből szántani. Ugye ezt a földet kell. Köcsönk módon munkással fogjuk végeztetni. Bocsász, gracias. Másik végéről meg el kell vinni. Ugye a másik végén. Ja, igen, kell egy traktor nekem. Mondjuk ez. Ott van a kulti. Multikulti, gyerünk. Ja, meg ugye mindjárt üríteni kell. Ezt a búzát ezt most beviszem. Most annyira nem kell a pénz. Majd figyelni kell az árakat, ugye. Hátba játszasz, akkor kivételesen kell. Jó. Félreállunk. Ez meg lassan. Na, ez a vetőgép, ez például akkor... Ezt is félre rakom, mert itt egyelőre ugye nem kell ez nekünk. Aminek. Mert ugye nem vethetjük el. Elvethetem ezt a földet, de rossz hozammal fog menni, ugye? És akkor ezzel elviszem a terményt majd mindjárt. Azzal meg ugye mehet a kulti. Hol van ez? Pótok? Jó, no. Teljesen mindenféle csalás nélkül fogunk menni, mindenféle mod nélkül, gyerekek. Ugye, hogy a készítők megálmodták, hogy szivassák rendesen a kipört. Nagyon akadjál föl. Jó. Súlyokat majd kéne venni mindenre.
Várjunk, ezt be kell állítom, hogy vonatra ne váltson rá, mert ott vadulok. Nem tudom, mi van. Nincsen itt. Hát ez műtrágya állapot, a három ugye kell, növényelszáradásban, növényfejlődés, lassú ráadásul. Fú, gyerekek, minden van itt, minden bucsóban, szopjuk el Farginczát. Váltás szerelmények, na ez ne legyen, baszod. Ettől vadul a keeper meg, hogy a vonatra is arra állandóan rávált. Jó. Ez meg szart, mint az őrült. Mert a kulti gyerekek. Multikulti gyerünk adjen neki. Mindig be kell indítani a motort, az is kicsit zavaró, de szokható. Kicsit valóságfűbb, ugye? Gépi melós hadd nyomja a gyerekek, nem tökölünk. Jó lesz ez nekünk. Lehet a pusás mond, még jó, hogy nincs gyerekek, már össze, hogy cseszte volna ott a fődet. Ja, üríteni kell, menjünk. Az az érdekes, hogy motorindítás van, de kiszállsz a járműből, leáll. Úgyhogy azt lehet, hogy nem preferálom, sok értelme nincs, de hát jó, hagyjuk be, mert ugye úgy akarták a... Úgy van a hard, akkor legyen úgy. Nem, mint hogyha sokat dominálna az már. Tudom, hogy van izé, tempomat. Megoldom anélkül is. Meg ide beszoktam elé fordulni. Ne menjen tovább. Ürítse le azt a utána, akkor Isten áldjon. Na mi van már? Gyorsan, gyorsan. Be lehet nézni ugye a kombájnokban, hogy mennyi van benne. Jó. Megyek ki, ürítem ezt is. Ugye magyarázza el, hogy mi a szituáció. Jó. Oké, nézzük, mi a szitu. Jó. Megy a szántás, ugye menni kell a másikra is szántani. Az a szopás ugye, hogy ez le van kultizva. De mindig akkor is menni kell szántanom. Ugye a szántást igényel. Nézzük meg a térképet, jó? Srácok, tudjátok azt a... szántást. Látjátok? Ott már ugye nincs a szántas, igen, egy kicsit elhagyja, de ugye ott rákultiz. Ezt fogjuk tudni ugye vetni majd attól, csak az vele a probléma. Ja, egy nagyobb vetőgépet kéne nézni, 27 ezer pénz, ameddig még van nekünk pénzünk. Nézzük már meg a vetőgépeket. Valami nagyobb... 52 ezer, jaj, drágaság ez. Mennyire tudnánk eladni miénket, várjál. Azt mondja, hogy nem valami... 7000, fiúj, gyerekek, nagy pénz van, bazz. 7000 érint, Isten. Jó, a kombány nem ismerem megnézni. Azok az iszonyat drágák, ugye. Hát azt tudom csinálni, hogy tényleg akkor... Össze kéne gubrincsolni. Hát minimum ez a vetőgép kéne. Nem kell talajlazítás, ugye ez lenne a fasza. Ez a rapid hat... Ez nagyon jó lenne. Meg azt hiszem, ez is jó. Ez is jó. Ez 9 méteres, ez meg valami... Mekkora? 6. Ja, ez nekem jó lenne. 52 ezerbe gyerekek, az nekem nagyon király lenne. Egyelőre így vagyunk. Hát igen, szarul szánt a gép. Ugye nagyon hamar kiemeli az ekét. Le kéne dűlőzni a végét, tudjátok. Mindegy, ez van. Igen, nézzük meg, mennyiben megy a búza. Szerintem nagyon nem fogunk izélni. Meggazdagodni rajt. Van nekünk 5000 literünk. Hát ennyibe megy, gyerekek. Azt mondja, hogy 3. 3.38-re tudnánk adni, lehet, hogy viszek egy adagot majd. Gomez Ridge Akresz, azt sem tudom, hol vannak, már annyira elfelejtettem. Jó, mindegy. Igen. Leürítetem.
kombányt, és amíg learatja a másikat, addig elviszom, aztán valami termelünk egy kis lóvét. Ugye még egy kis, nagyon hamar favágásból lehetne pénzt szerezni, de most már nagyon minimál pénzt lehet szerezni, de azért lehet, hogy kicsit gubrincsolok abba is, hogy legyen pénzünk, vagy pedig ugye bérmunkát kell végezni, még dolgoznak a gépeik. Itt ugye megint az lesz, hogy itt bevágok elé, egy jó taktika, megáll, és akkor leürít. Az lesz, elviszem ezt a kis búzát, és akkor utána lehet, hogy egy bérmunkát bevállalok gyorsan. Az a lényeg, hogy akkor egy nagyobb vetővel tudjunk küzdeni azzal a kis pöccsel. Jó, ez meg is fog telleni talán az. Jó, gyerekek, adjuk neki, figyeljetek, pörgünk, mint a trágyaszóró, tudjátok, nem lacofacázunk, nem gondolkodunk nagyon. Gondolkodunk, de nem olyan túl sokat. Minek az? Na mi van, bazze? Nem jó helyre álltál, kipörte, hülye. Ez föl fog idegesíteni, inkább megyek még egy kört. Jaj! Ennyire ne pörögjé, basszus. Mi van ma? Várjál. R betű, jó. Kellett volna nyomni egy R betűt, moré. 94%, hol van ez az izé? Gomez. Gomez Ridge Acres. Hát ez hol a tökömben van, hallod-e? Gondolkodjál, Keeper, hol vagy? Ha, jó. Kimegyünk erre az útra, és akkor... jobbra, és akkor utána a legutol... tudom már, hova, jó. Küldjük neki. Aztán akkor van egy projekt, ahol lehet még pénzt csinálni. Fával, egyébként. Ezt még lehet, hogy megnézzük. Egyébként most megy egy Ferguson kombány kinn az utcán. Most halál komolyan már, mint itt nálunk. Ment az előbb felfele, most meg lefele. Júj, remélem a Ventó mellette fér, hallod. Most hallom, hogy dübörög végig. Nagyon Nagyon, mint a megállt volna. Remélem elfér, gyerekek, hallod? Azért nagy pénzt nem fogunk kapni, halljátok-e? Azért kicsit, ugye... Ezenek is beszózzuk az árát. Várja! Vagy pedig itt hallom ezt a gép hangot? Nem tudom. Ja, talán behozzuk az árat egy kicsit, ugye a bérmunkások azok viszik azért keményen, de ugye azért kell haladnunk. És mindent én szántanék meg vetnék, akkor nem mennénk semmire. Ja, azt a vetőt meg tudnánk venni, akkor ugye kiválthatnánk a kultit, akkor már nem kell kultizni. Az is egy jó dolog, akkor el tudnánk adni a kultit. Esetleg még egy traktor is akkor ugorhatna, mert ugye nem kell külön kultizni. És akkor még egy GCB kéne, amivel tudnánk ugye húzni azt a vetőt. És az már egyből kultizna. Úgyhogy ez így fog működni, gyerekek. Szépen jobb sávba, okosabb, mint ahogy köll. Ezében saros-szaros gumicsizmába begyüttünk már ide már. Összecsesztünk mindenfélét. Tekert fel a fűtést. Mi van? Ventilátor. Kicsi hideg levegő, úgy látom nyár van, na. De bevágódunk. Már tudom, hogy hova kövődni. Aztán az lesz a lényeg, hogy megpróbálunk egy működő gazdaságot kiépíteni így, hát fokozaton, okosan. Ide kellett hozni, azt hiszem, várjál. 9-es. Itt van-e? Ja, jó van, itt veszik legjobban, nem mint hogy olyan nagy értéket képviselne. Lekotkod el a traktoruk, meg mindjárt várjál. Úgyne. Jújjon a nagy pénz! Figyeljetek, semmi ne jobb. 2500 kemény pénz. Ja, engem felejtsük ebbe azért háromszor kell trágyazni, úgyhogy kell egy műtrágyaszóró vagy valami permetező is, mert különben nem lesz olyan jó. És elvileg minden növekedési szakaszba kell csinálnunk ezt. Valahogy úgy van, ugye? Nem tudom pontosan. Soha nem játszottam hardon. Úgyhogy... Sorry, hogyha... Gyerekek, legyorsuljuk a ízi kedileket. Adjál neki, és adj. Kivágunk elé. Azaz. Menünk vissza, jó?
Szevasztok, csávók! Dudátok egyet. Faszom. Sírjátok, nem indexölték ki pör? Az anyád úristen itt. Most indexölök. Jobbra balra mindenfelé. Elakadási jelző. Várj, ezért nem kéne villogni ott középen. Megköszöntük neki, beengedett. Jó. Frankók vagyunk. Közben learadt, közben szánt. Lehet, hogy elmegyek egy kis pénzt keresni egy kis üzével, egy kis bérmunkával, vagy valami csoda. Ezért lenne jó és GCB hordani, érted, szemet. Na most nem mindegy, 42-ben mész, vagy 73-ban. Kösz, hogy kijöttél, haver. Ma otthon lennénk, tudod. De lassúak vagyunk, gyerekek. Most indexolok, gyerekek, hogy nyugodtak legyünk, itt befordulunk-e. Behúzódunk-e, ugye felező, az okosar. Tükör, nincsen senki se, jó van. Indexet bevettük. Indexelés megint. Frankon nyomjuk neki. Kicsit MTZ feelingje van ennek, nem? Az meg lassan vég, az ránézünk mindjárt. Kulti-bulti az megy. Nekem még nem végzett. Most rácok, jó lesz ez egyébként. Átküldjük oda majd utána. Na, azon gondolkodtam már meg, hogy kéne pénzt csinálni, valahol lehet ami pénzt csinálni, okosan. Várjál. Itt. Itt lehet egy kis lóvét csinálni, hogyha ügyes vagy. Csak oda kéne nekem egy traktor. Traktor kéne nekem egy traktor. Melyik traktor lehetne? Szemhordó traktor. Van a szemhordó traktor, meg a kult is. Szemhordó traktor. Bádozzuk, gyerekek. Erre tudok én ezért rakni? Homlokra kodod? Várja, megnézzük. Traktorok. Meg volt ez a pici kész. Hol vagy az? Mi van? Hol van az? Melyik az, more? Ez az-e. Lehet homlokra kodod, javar. Az jó nekem. Fektessük meg egy kis pénzt egy kis erdőgazdaságba, azt megmutatom, mi a szituáció, gyerekek, hogy megy itt a buli. Figyeljetek, most szemet nagyon nem kell hordani, mert ugye nincs is vedve. Úgyhogy itt kitalálom, figyeljétek, ez jó lesz. Mindjárt meglátjátok, hogy Keeper bácsi mit talált ki megint. Letesszük a pótot. De mondjuk, ez nagyon jó helyen van. Ezt lehet, hogy visszaugratom, csak nem tudom, melyik lesz az baszod. Mindjárt. Mindjárt kitalálom. Ez. Ez van ott a... Jó, akkor nem ezt, hanem ezt visszaugratjuk. Ez kerül nekem pénzbe? Remélem nem. Ez került pénzt, vagy gyerekek? Ne szórakozzatok, nagyon örülök, ha igen. És akkor kellene nekem homlokrakodót venni rá, meg egy röngvillát, meg egy súlyt. Átra. És akkor meglátjátok, hogy mi a, tényleg mit lehet itt ebből. Várja, homlokrakodó, jó. Átra tudok súlyt, azt néztem. Konfiguráció, kerékbeállítás, széles gumi, hát igazából az mennyibe kerül? 800-ba. Azt akkor vegyünk rá. Homlokrakodó. Oké. Okay. Konfigurálás. Meg kell venni ugye P-nél homlokrakodót. 5004. Ez igazából mi a különbség, hallod? És te 700 varió. Jó ez szerintem, nem? Főszín. Mit tudom én legyen? Legyen fekete. Jó az. Oké. Okay. És akkor kérem egy röngvilla is. Azt meg hol vagy, röngvilla? Ez az, kijelölés. Ugye ezek jók, mert ezek viszonylag olcsók ezek a termékek. Jó, azért benne vagyunk, egy 8000-et megint elkúrtunk. És akkor kellene egy súlya hátuljára. Hát, hogy nem egy olyan marha nagy, hanem egy 1600-as, jó az. Oké. Okay. És akkor mindjárt föl is szerekezünk, és akkor ez erdészeti gép lesz. Lehet, hogy egy kicsit jobban, az éles kerekek jó, mert szerintem jobban megáll azért, oldalra nem nagyon burul. Tökösnek néz ki.
meglátjátok, hogy hogy lehet egy kis pénzt kigyalálni. Azon kívül ugye, hogy bérmunkázunk, hát most elcsesztünk egy kis 10 000-et. Meg mindjárt meglátjátok, hogy mi a szituáció itt. Mire gondol a Keeper? Ez egy olyan fakultatív dolog, hogy itt folyamatosan tudod termelni a pénzt. És igazából nem olyan nagy, hogy elfordítom. Most 10 000-et rácsesztünk, ugye van egy traktorod. És ott egy folyamatosan tudod termelni a lóvét. Nem az van, hogy... Ja, meg kell egy stílfűrész is, jó? Oké. Okay. Az ugye, hogy később majd köl. Láncfűrész, nem stílfűrész. Jó. Ez már egy 9-es mopot, mert már annyira régen játszottam, most itt a hú vagyok. Na jó. Veressük, gyerekek. Erdészeti gép, szépen. Ez lett az erdészeti gépünk, ugye? Nyomunk egy izét. Balost. Ugye ott vagyunk, és akkor amíg ugye nem dolgoz, vagy dolgoznak a munkásaink, addig tudunk pénzt termelni. Jó, most ebbe befektettünk, ugye azt elvettük a mi az? Vetőgép elő, de hát ugye a vetőgépünk van. Meg igazából nem lesz több pénzünk, hogyha nem termelünk, úgyhogy hiába van mit tudom én traktorunk, meg ezt nem használom, meg nem költöttem, de hogyha nem tudunk több pénzt termelni, akkor nem lesz vetőgépünk, úgyhogy kellene egy kis lóvét termelni. És ott meg tudod azt csinálni, hogy ott instant termeld a pénzt, nem kell sehova szállítanod a fát. Mindjárt meglátjátok, hogy hogy. Kettő opció van, mindjárt mutatom. Ugye itt viszonylag sok fa van, főleg azon a domboldalon. Hogyha ide belakod, akkor kapunk érte lóvét, vagy pedig bele a tóba. Van a kettő van, nem tudom melyik. Melyik fizet jobban, mit írra, várja, megnézem, jó? Mert tényleg nem tudom. Ja, ez egy tó, na jó. Megnézzük, berakunk egyet ide, egyet oda, jó? Tényleg nem emlékszem. De ez úgy érzem, hogy ez lehet, hogy ugyanaz. Na, gyerekek. Okosan döntöd, akkor szépen ide leborulnak. Ezért kell a traktorval, csak nem kézzel akarod kuglinkért beoldani. Várjátok, ránézek itt a dolgokra. Jó, ezt itt lehet, hogy elviszem. Szerintem az ekék végzett, úgyhogy átrakom a másik földre. Szalvát nem fogjuk összegyűjteni. Nincs mivel, meg nincs is kapacitásom rá, tényleg. Az a mivel nyitja a csövet? Óval, ugye? Mehetünk akkor a következő földre ezzel meg. Nagyszerű, ezekkel az arra is lesz jó, hogyha földre akarunk lopni, ugye? De van olyan opciónk, hogy ezt megtehetjük. Kezdem ezzel igazából. Most jó lenne még egy traktor, mert ugye tudnánk vetni egyből. De... Megoldjuk, gyerekek. Na, és akkor vegyünk még egy láncfűrészt. Az még úgy érzem, hogy köl. Gyerekek, stíld veszek, ne szórakozz. 1000-be került, jó. Nem osztunk 11 000-et. Csak adjál neki, Sanyi. Egy-kettőt ledöntök, vagy pedig döntsük le egyet, megnézzük mennyit ad. Igen, ledönt, megnézzük mennyit ad, jó? Kijöhet a gép. Az a mi, beleakadtam itt a dolgokba. Na nézzük, srácok, mennyit dob egy. Mondjuk nem tudom, tóba rakjam, vagy ide? Rakom ide, jó? Húri, te hallod? 200 éve nem dolgoztam ilyen rakodóval, azt sem tudom, hogy működik.
Jó, jó, hogy megvettem szerintem a széles kerekeket. Talán nem dülünk föl olyan könnyen. Tényleg ne nevessetek, mert nagyon régen dolgoztam ilyen géppel. Nagyon régen farmingoztam egyáltalán. Mennyit dob egy ilyen fire? Figyeljetek! Most lehet izélni. Jó, 587, figyelj, nem olyan rossz. 10 part kivágsz, 5000. Ja, ki kéne döntenem egy csomót, és akkor lelökörni egybe, nem? Leszórni, azt kéne csinálnom, gyerekek. Az lesz, ledöntögetem arrafele. Leágazom, és akkor egybe leszórom. És úgyis a farmon ilyen holt időszak van. Minél többet le kéne vágnom, egy ilyen jó 20-ad, vagy nem tudom mennyit. Ugye a traktorunk az nem veszett el, szóval nincs semmi problém. Gyerekek, ezt leszórom itt az összeset. Lehet, hogy jobb pénz lenne, hogyha darálnám. Ugye darálunk az nuku. Az igen, felfutottam a fa tetejére. Naposan arra döntögetjük őket, ugye? Nem össze-vissza. Ezt még oda döntöm. Kerekek, ez volt régen, hogy itt felfutszafad a tejére, baszod. Esetleg ugye egy röntpótkocsit veszel. Akkor azzal még szépen okosan lehet. Hú, ez jó hosszú volt. Hát szerintem, amit először dobtam, az csak kicsi volt, úgyhogy ezek jobban fognak fizetni. Figyelni kell, hogy döntöd ezt, ugye gondolom mindenki vágja. Mert hogyha nem úgy döntöd, ahogy kéne, akkor baj van. Na figyeljetek itt szerintem, hogy ez most egyelőre. Ágazzunk. Hallod, ez egy kicsit hosszú. Komoly. Komoly fa volt, hallod. Régebben nem tűnt fel, hogy így föl tudtam futni a fára. Jó, hát ezek szép szál darabok. Hú, hát ezek hatalmasak, hallod? Na jó, gyerekek, várjatok egy pillanatra, szerintem elbúcsúzom, mert azért baromi hosszú lesz ez a videó. Innen folytatjuk tovább, megnézzük a gépek magának. Jó. Ez a szánt, a skultizik, szuper minden egyébként. Annyi, hogy akkor következő videóban várlak benneteket. Nyomjuk tovább itt ezt a hard szituációt. Sziasztok!